Így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, a megváltó Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Jöjjön a mi segítségünk, Isten tiszteletünk és egész életünk megáldása és megszentelése onnan felülről, a világosság atyától, akitől származik minden jó adomány és minden tökéletes ajándék. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szerető mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy szent házadba hívtál bennünket. Köszönjük, hogy a lelkünk mélyén is érezhettük a hívást, ahol az ég harangjai, a lélek harangjai szóltak. Köszönjük, hogy adtál erőt, egészséget kimozdulni házunkból, adtál bátorságot is, hogy eljöjjünk a te szent házadba, és együtt kérjük áldásodat, könyörülő irgalmadat. Eléd hozzuk, irgalmas Istenünk, mennyei atyánk, a teremtett világot. Könyörgünk hozzád, hogy gyógyító kezedet helyezd a földre, az egész emberiségre. Azt a gyógyító kezet, amely Jézus Krisztusban vált ismerté, akiben közénk jöttél, akiben emberré lettél és bennünket megváltottál. Krisztus Urunk nevében kérünk, és oltalmadra bízzuk a teremtett világot. Könyörgünk hozzád a világjárvány megfékezéséért, a gyógyításért, a gyógyítókért. Eléd hozzuk azokat, akik megbetegedtek, akik súlyos terheket hordoznak, és kérünk téged, áld meg a mi magyar népünket, hogy föleszméljen, hogy a lelkébe világosság és erő áradjon, és ezekben a mostani nehéz időkben bizonytalanság vagy éppen félelem között felismerjük útunkat, azt az utat, amelyet rendeltél, amelyre példát mutattál fiadban, Jézus Krisztusban, legyen bátorsága rálépni a lábunknak, mozdulni a szívünknek, feléd és egymás felé. Hallgass meg imádságunkat, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetőjét és hallgatóit. Jézus nevében. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, helyünket elfoglalva hallgassuk meg Istennek szent igéjét, ahogyan szól hozzánk. Ezen a vasárnapon a református Biblia olvasó vezérfonal alapján a mai napra kijelölt új szövetségi részből. Lukács evangéliuma 16. fejezetéből olvasom a 19-től a 31. versig terjedő ige szakaszt. Jézus mondja, volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt,
hogy újjahegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen, gyötrődöm el lángban. De Ábrahám így válaszolt, fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek is nagy szakadék tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta, nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai istentiszteleten, és természetesen azokat is a gyülekezet nevében, akik ma nincsenek itt, és ezt az istentiszteletet felvételről azért megtekinthetik. Mától kezdve minden héten felvételre kerül egy istentisztelet, és lesz lehetősége megnézni mindazoknak, akik az Isten igéje üzenetére vágyakoznak. Úgyhogy most az üres templompadoknak is üzenete van. Mindazokért imádkozunk, akik nincsenek velünk, vagy majd a 10 órás istentiszteleten vesznek részt, vagy akik otthonaikban kellő távolságból magukat otthon jobban biztonságban érezve lesznek majd részesei az internet segítségével ennek az istentiszteletnek. Testvéreim, bőti időszakot élünk. 2 héttel ezelőtt, bőjtfő vasárnapon éltünk az úrvacsorával itt ezen a helyen. Ott és akkor született a szívemben egy elhatározás. Összefüggésben azzal, hogy a bőjt kapujába értünk. Amikor úgy éltem át, és azt éreztem, hogy valamiképpen összecsapnak a hullámok a világ feje fölött, és egy kicsit szűkítve ezt a kört, akár gyülekezetünk, intézményeink, szolgálatunk fölött is, amikor kellően beszorítva éreztem magamat egy bizonyos helyzetbe, és azt gondoltam, hogy nincs megoldás, nincs kiút, nincsen menekvés, akkor egyszer csak megnyílt az út, és megnyílt a lehetőség fölfelé, az Isten felé. És mint egy hajnali fénysugár ragyogott be a lelkembe, a gondolataim közé, ez az isteni sugallat, hogy amikor sem előre, sem hátra, sem jobbra, sem balra nincs lehetőség, az ember nem tud jó megoldást mondani, akkor megnyílik az út fölfelé. És amikor a Zsoltár írója azt mondja, hogy elől hátul körülzártál, fölöttem tartott kezedet, akkor ez éppen ezt jelenti. És amikor ezt én eldöntöttem magamban, hogy ezt a fölfelé vezető utat fogom kipróbálni,
Sokkal inkább, mint eddig bármikor, akkor a lelkemben békesség született. És elhatároztam magamban itt az úrasztalánál, a böjt kapujában, hogy böjtöt hirdetek önmagam számára. Ennek pontosan két hete, hogy eldöntöttem, és ez nem hivalkodás és nem dicsekvés, legyen bizonyságtétel. Úgy határoztam, hogy ebben a böjti időszakban egészen húsvétig, aztán a többit majd meglátjuk, napi egy étkezésről szeretnék lemondani önként. Ami azt jelenti, hogy ha az ember délben, rendes időben megebédel, vagy előtte megreggelizett, szintén a maga idejében, most én úgy döntöttem, hogy ettől kezdve, ettől a rendes déli időben elfogyasztott ebédtől kezdve másnap reggelig csak vizet iszom. És ha megéhezem, ahogy ez megtörtént és megtörténik naponta, akkor imádkozni fogok. És szeretnék közelebb kerülni az Isten atyai szívéhez. És magam számára böjtöt hirdetve az Isten lelke arra indított, hogy megtegyem ezt közösségi szinten, és egy ilyen böjti, imádságos küzdelemre hívjam meg mindazokat, akiknek ezt az egészségi állapota megengedi, akiknek nincsen olyan étrendi előírása, hogy akár gyógyszerszedéssel együtt naponta többször is táplálkozni kell, tehát akinek megengedi az életmódja, az egészsége, azokat én meghívom ebbe a közös böjti küzdelembe. Kérve az örökkévaló Istent, hogy az éhségérzet által is emlékeztessen bennünket arra, hogy van dolgunk ebben a világban. Fiatalként, felnőttként, vagy idős emberként imaharcot vívni, hogy isteni megoldás szülessen a válságra, hogy isteni megoldás szülessen a világjárványra, hogy isteni megoldás szülessen magyar népünk jövőjére, sorsára, a gyógyulásra, arra, hogy a baj, ha nem is kerül el, de valahogy kisebb mértékben érjen el bennünket, és ezért tudjunk megtenni mindent a napi kézmosáson és tisztasági szabályok betartásán kívül is. Erre a közös böjtre hívlak benneteket, ismétlem, akiknek az egészségi állapota ezt megengedi, de azt mindenkinek megengedi, hogy többször imádkozzon. Hogy többet odaálljon az Isten elé, és tudjátok azt, hogy ebben a gyülekezet egyik pásztora veletek van, és veletek vagyunk mindannyian, hogy az örökkévaló Isten könyörüljön rajtunk, és a népünkön. És szülessen isteni megoldás olyan kérdésekre, amelyekben még nem látunk tisztán gyülekezetünk, intézményeink, iskolánk dolgában isteni megoldás. Emberi eszközök által, de mégis tőle jövő, ami hosszú távon békét és áldást hoz. A mai újszövetségi ige egy nagyon fontos kijelentéssel zárul, és az a fontos kijelentés pedig így hangzik: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Az sem győzi meg őket. Nagyon komoly kérdés ma az emberiség számára, hogy hogyan tud bennünket meggyőzni az örökkévaló Isten arról, hogy egyedül ő benne bízva, egyedül őrá hagyatkozva és hozzá fohászkodva érdemes élni, mert nélküle nem élet az élet. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.
Mondja ezt Ábrahám, a hívők atya, ott a más világon, és ez egy ide hallatszó üzenet Jézus Krisztus jóvoltából. Mondja ezt Ábrahám, Jézus Krisztus születése és kereszthalála előtt több ezer évvel. És még ezután történik az, hogy Isten, aki sokféleképpen szólt hajdan az atyákhoz, szólt a proféták által, szólt különböző események által, szólt világkatasztrófák által, özönvíz által, az emberiség semmire nem hallgatott, hanem legyintett rá. Vagy talán egy kicsit megrendülve, megállt, elgondolkodott, túlélte az özönvizet, túlélt világjárványokat, világkatasztrófákat, aztán, ha túlélte, akkor ment tovább. És ment tovább az élet. És aztán az idők teljességében Isten elküldte egyszülött fiát. Elküldte hozzánk a megváltó Jézus Krisztust. Mert úgy gondolt atyai szívében, hogy talán a fiamat, őt majd meg fogják becsülni. És nem becsülték. Keresztfára feszítették. Megölték, kiirtották az isteni igazságot a földről. Mennyei atyánk az ő szíve szeretetében mégsem fordult el ettől a világtól, nem állt bosszút az ő egyszülött fiáért, hanem az ő végtelen nagy szeretetéből azt mondta, hogy megbocsátok, mindent elengedek. Krisztus Úrunk azt mondta a kereszten haláltusájában, elvégeztetett. És a legnagyobb emberi gonoszságból Isten áldást hozott ki, a legnagyobb áldást, fia Jézus Krisztus feltámadásában. Megjelent az élet, feltámadt az élet, győzött az élet a halál felett. Győzött a gyógyulás a betegség felett. Nekünk is ez a reménységünk, hogy győz az élet a halál felett. Az a reménységünk, hogy az áldott orvos a kezében tartja ezt a földgolyót, és benne mindannyiunk életét. És az első húsvétkor a nyitott sír azt üzente, és azt üzeni ma is, hogy győzött az élet a halál felett. Vajon az emberiség hallgat-e szóra, az élet szavára? Sajnos azt kell, hogy lássuk, igaza volt a hívők atyának. Az sem győzi meg őket, hallottuk a mai igében, ha valaki feltámad a halottak közül, az sem győzi meg. A világ történelem legnagyobb tette, Krisztus Urunk feltámadása, életre kelése sem elég az embernek, aki konok, aki azután is megy a maga feje után. Hát akkor mi győzhet meg téged és engem? Hogy el tudjuk engedni az istentelenséget. Hogy el tudjuk engedni az önzést, a szeretetlenséget, a békétlenséget, a gyűlöletet, a közönyt. Mi győzhet meg téged és engem? A bőjt, az elengedés. Azt mondja Jézus, van a démoni megkötözöttségnek olyan formája, ami nem üzhető ki csak könyörgéssel és böjtöléssel. Mert a böjtben az ember a legfontosabbat tanulja meg. És ez a legfontosabb dolog az életben, az önuralom. Mit számít, ha valaki hadseregével országokat tud legyőzni?
és leigázni, ha a saját természetét nem képes megzabolázni. Vannak megkötözöttségek, bűnök, és ezeket az emberiség, a 21. századi emberiség már mind magára vette, az elődök bűnét is hordozza. Csak egyféleképpen űzhető ki könyörgéssel, böjtöléssel. A gazdag ember ott van az ő díszes palotájában, fényes pompázatában, és azt mondhatnánk, hogy csak az orráig lát. Még a kapuig sem lát el. Annyira maga körül forog, és nem veszi észre azt a szerencsétlen koldust, aki a kapuja előtt üldögél, és akinek a nyomorúsága elmondhatatlan. Így írja le Lukács evangélista, hogy csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Isten szent lelkének világosságában el kellene dönteni, hogy ebben a csodálatos történetben, ebben a drámai történetben, amit Jézus ma elénk tár, mi melyik szereplővel tudnánk azonosítani magunkat? Vajon a koldussal, akinek a lelke, az élete ezer sebből vérzik, és nincs embere, aki segítsen, aki bátorítsa, és elkeseredettségében bezárkózott a maga világába, és halálra van ítélve? Vagy mi vagyunk a gazdag ember, akik azt mondjuk a Jelenések könyvének szerzőjével, Krisztus Urunk lelkével, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincsen szükségem, engem semmi nem érdekel, be vagyok biztosítva, behúzódok a magam háza rejtekébe, és ez mindentől megvéd engem. A mostani idők, prófétai idők igazolják, hogy nem véd meg a vagyonom, nem véd meg a házam biztonsága, semmi, egyedül csak az élő Isten védhet meg engem, hogy megmaradjak, de nem önmagamért, a családomért. Az örökkévaló Isten védheti meg a gyermekeinket, a szüleinket, a nagyszüleinket, mindazokat, akik ki vannak téve az élet sok kihívásának. Melyik vagy, a gazdag vagy Lázár? Olyan jó lenne felismerni magunkban azt a harmadikat, aki nem más, mint Jézus. Az isteni természetünket életre kelteni és életre hívni, hogy elmondhassuk mi magunk is Pál apostollal együtt: élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amen. Jöjjetek és válaszoljunk Isten megszólító szavára, szent igéje üzenetére imádságban. Szerető mennyei édesatyánk, felséges Istenünk, köszönjük, hogy a te szent fiadat, Jézus Krisztust elküldted értünk, hogy megváltunk legyen nékünk. Köszönjük, hogy benne is általa örök példát adtál a szeretetre, amely nem csak szavakban áll, hanem cselekedetekben is. Köszönjük neked, irgalmas Istenünk, hogy szólhat a te igéd. Köszönjük, hogy az igének ereje van, lelkednek áldása van. Hadd legyünk készek befogadni azt az áldást, amit elkészítettél számunkra és rajtunk keresztül, mindazok számára, akik közé hazamegyünk. Kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, gyógyítsd a betegeket,
vigasztald a gyászterhét hordozókat, erősítsd meg a kétségek között levőket. Áld meg Anya Szent Egyházunkat, hogy Jézus Krisztushoz méltó módon tölthesse be küldetését, hogy valóban igaz legyen ránk, hogy az egyháznak a Jézus a fundamentuma, mert belőled élünk, rajta tájékozódunk, és tőled kérünk világosságot. Hallgass meg imádságunkat, fogadd kedvesen hálaadásunkat minden jóért, Jézus nevében. Amen. Együtt mondjuk el azt az imádságot, amelyre Jézus Krisztus tanított bennünket hallható szóval eképpen: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentléleknek megáldó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetést. Hirdetem a kedves gyülekezetnek, Magyarország kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus elleni védekezés miatt. Egyházunk zsinatának elnöksége és egyházkerületünk püspöke is hivatalos levél útján hívta fel gyülekezeteink figyelmét a kormányrendeletben foglaltak maradéktalan betartására. Mivel szeretnénk megerősíteni gyülekezetünket, és ebben a nehéz helyzetben is mellettük állni, sőt velük együtt imádkozni, ezért továbbra is megtartjuk Isten tiszteleteinket. Azért, hogy a létszám ne haladja meg az előírt 100 főt, átmeneti jelleggel vasárnaponként 2 istentiszteletet tartunk, reggel 8 órától és délelőtt 10 órától, mint ahogy ezt már ma is tettük. Egyházközségünk elnöksége meghatározta az elkövetkező hetek egyházi menetrendjét, egészen húsvét ünnepével bezárólag. Ennek részleteit a kiadott hirdetésekben olvashatjuk. Mindenkit kérünk, hogy vegye nagyon komolyan a betartandó szabályokat, saját védelme, családja, környezete, egészsége érdekében. Az Isten tisztelet végén, a járvány ideje alatt eltekintünk a készfogástól. Isten igéjével bátorítunk mindenkit kitartó imádságra. Pál apostol írja Timóteusnak az első levele 2. részében: Tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. Örömmel hirdetem, hogy tegnap kérték házasságukra Isten áldását templomunkban Sarkadi Gábor kékcsei és Balog Tünde Mária Máté szalkai lakosok. Isten áldja meg közös életüket. Hétfőn 18 órától tartjuk a Dalos Magyar Hitvalló közösségének éneklő alkalmát a gyülekezeti házban. Kedden 17 órakor kezdődik a Biblia óra. Szerdán 10-kor életadó körünk várja a keresztény családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a játszószobába. Pénteken 3 órakor KT órára hívjuk a konfirmandusokat. A konfirmáció mához 3 hétre, április 5-én virágvasárnap, a kihirdetethez képest új időpontban délután 3 órakor lesz. Az ünnepi alkalomra a konfirmandus gyermeket 1 családtag kísérje el. Az ünnepi alkalomról videófelvétel készül, ami később megrendelhető, illetve megtekinthető lesz.
A felnőtt istentisztelettel egy időben 10 órától tartunk ezután is gyermekistentiszteletet a gyülekezeti házban. Gyülekezetünk tagjai számára egyéni, páré és családlelki gondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel. Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók, és ezután már az istentiszteletek videó felvétele is. Nemzeti ünnepünkön az 1848-as forradalom és szabadságharc 172. évfordulóján Isten áldását kérjük egész magyar népünk életére. Szomorú szívvel adok hírt felőle, hogy az elmúlt héten eltemettük Kasu Erzsébetet 49 évesen az Ecsedi utcából. Hirdetem, hogy elhunyt Szalacsi Dezső 62 évesen Kocsord Rákóczi utcából. Temetése ma délután 1 órakor lesz Kocsordon. Az elhunytban Szalacsi Zsófia gyülekezetünk kántora az édesapját gyászolja. Elhuny Szondi Gézáné asszonytestvérünk 75 évesen a Szokolai Őrs utcából, temetése szerdán 14 órakor lesz. Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak, szent lelke és a mi szeretetünk által. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek, magyar népünknek őriző pásztora.